Az onkológiai sebészet és a nőgyógyászat kiválóságai érkeztek tavaly novemberben Nyíregyházára. A szakmai konferencián azt a speciális eljárást mutatták be, amely a hasüregi daganatban szenvedő betegek túlélési esélyeit jelentős mértékben javítja. A módszert itt Nyíregyházán honosította meg dr. Tóth Lajos Barna, aki az idei Semmelweis nap egyik díjazottja volt. A kórházvezetés igyekszik a mi munkánkat támogatni, igyekszik olyan lehetőséget biztosítani, amelyekkel tudjuk ezeket a szakmai lépéseket megtenni, és hát azon túl pedig nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a tulajdonképpen általam először Nyíregyházán végzett műtéti technika már az ország több kórházában is elvégzésre került, és ezek a kollégák nálunk Nyíregyházán tanulták meg ezt a módszert. A Vármegyeházán tartott ünnepségen a szakmai elismerések mellett 5-en adjunktusi, 17-en pedig főorvosi kinevezést vehettek át. Ez az ünnepélyes alkalom, amilyen fontos az egészségdolgozók számára, méltó keretet ad annak, hogy azokat a dolgozókat, akik kiemelkedően dolgoztak egész évben a munkatársaik javaslatára, mert ez mindig alulról jövő javaslat, munkatársaik javaslatára a menedzsment döntése nyomán kitüntessék, elismerjék a munkájukat, illetve ugyanígy ezen az ünnepségen szokott átadásra kerülni az úgynevezett előmeneteli díjak, az adjunktusi főorvosi címek. Ezek már egy pályázat útján elnyerhető címek, van a kórháznak egy szabályzata, amiben pontosan leírja, hogy milyen elemeket kell teljesíteni, mik azok a követelmények, amiket ahhoz, hogy valaki elnyeri ezt a címet, megkapja. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara dr. Dicső Ferenc osztályvezető főorvosnak adott át kitüntetést. A díjazottak és a kinevezettek valamennyien az ünnepséget szervező Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház munkatársai. Ez a mai rendezvény is az egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházra vonatkozik. Azt jelenti, hogy mind az 5 városban, a Nyíregyháza, Nagykáló, Mátészalka, Fehérgyarmat, Vásárosnavai, ahol fekvőbetegellátást végzünk, és a nyírbátori részlegünk, ahol járóbetegellátást végzünk, ez mindenkire vonatkozik. Több mint 5000 munkatársunk van, több mint 2500 fekvőágyon dolgozunk, és ezen az ünnepen a mai díjazottak minden egyes tagkórházunkból kerülnek ki. Az eseményen elhangzott, a magyar egészségügy ünnepét minden év július 1-én tartják. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, akit az utókor az anyák megmentőjeként ismer. Kiemelték, az idei ünnep a bérrendezésről is szól, július 1-től ugyanis 18%-kal emelkedik az ápolók bére. Emellett az egészségügyben dolgozók bérfejlesztése is átlagosan ugyanilyen mértékben zajlik majd.